Miért nehéz a meditáció? Meditáció tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog, mert mi nem kell tegyünk semmit, és pont ezért olyan nehéz. Nekünk meg van szokva a dínyénk, hogy mindig vándorol. Mindig valahol máshol van, mindahol mi vagyunk. És ezzel, hogy mi mindig valahol máshol vagyunk, ezért nem tudunk meditálni. Tehát, ha mi megtanulnánk az életünkben, hogy amit teszünk, vagy ahol vagyunk, ott legyünk, és nem máshol, akkor minden másképp működne az életünkben. Nem csak a meditációról van szó, hanem az életben mindenféle célod, feladatod, munkád, amit el akarsz végezni, és amit elhatározol, hogy megteszel, azoknak 90%-át azért nem tudod megtenni, mert a dínyéd vándorol. Tehát nekünk legelső sorban kell igyekeznünk, megtanulni, hogy amit teszünk, az legyünk. Ha én most leülök egy asztalhoz, és vágom a hagymát, akkor én legyek a hagyma, és a hagyma vágás, addig, ameddig a folyamat tart. De ez nem így van. Ha spontán hagyjuk a gondolatainkat, akkor ő elmegy, és már észre sem veszed, hogy kerültél már a hatodik országba, vagy ide, vagy oda, mindenféle dolog, de mindig más csinálsz. Mentálisan, mint amit ténylegesen végrehajtasz. Ha az életben van egy célod, és elhatározod, hogy megteszed, akkor sajnos ezt a célt ugyanebből az okból kifolyólag nem tudod követni. Mert jön valaki, mást mond, te valami mást kitalálsz, az értelmed kétségei jönnek, és más súgnak, és akkor kipróbálsz egyebet. Aztán eltelik egy év, és hopp, én valami egész mást akartam. A meditáció tulajdonképpen a legjobban az életben lehet megtanulni. És az igazi meditáció a tudatos életmód 24 órán keresztül. Tehát ha én most tisztítom a kerékpárt, vagy bármiféle tevékenységet végzek, akkor meg kell próbáljam, tanuljam meg ott lenni. Ehhez tulajdonképpen csak gyakorlat kell és akaraterő. És ez a kettő, amit mi nem igyekszünk elsajátítani, vagy mondjuk úgy gyakorolni. Ma egy meditációt végzünk, ami ennek az elősegítését szolgálja. Az úgy lesz, hogy fogsz hallani egy-egy spirituális bölcsességet, és akkor igyekszel azt a pár másodpercet, 20-30 másodperc, azon maradni a gondolatoddal, a tudatoddal, amit meghallottam, azt magamba ismétlem, és nem engedem el. Amíg jön az új, mikor az új jött, akkor azt fogom, és azon maradok. Mikor megtanuljuk ezt jól, akkor lehet egy-egy bölcsességet elolvasni, és akár 5 percet is abban maradni, és arra meditálni. Így tulajdonképpen a meditáció nem más, mint otthon lenni.
A meditáció nem valami különleges. A meditáció egy tudatosság, amikor azt mondom, hogy én most az én tudatommal itt ülök a szívemben. Vagy az én tudatommal bent maradok a szeretetben. És én most csak a szeretet vagy. És azt nem engedem el. Tehát a meditáció nem valami ördöngöst. És hogyha az ember elkezdi ezt gyakorolni a mindennapjaiban, nem hiszed el, hogy mennyire sikeres lesz az életed, mennyire békés lesz az életed, milyen erők jönnek ki belőled. Mert ez az állandó bolyongás lezár minket a forrásunktól, amivel mi születtünk. Mi egy végtelen akaraterővel, képességgel, teremtő képességgel születtünk. Mi nem csak álmodozók vagyunk, hanem bennünk megvan a képesség az álmainkat meg is valósítani. De mi amiatt, hogy ezt nem hozzuk össze, hogy az értelmünket nem használjuk céltudatosan, ezért nem vagyunk sikeresek. És ezért nem tudunk boldogok lenni, mert jön egy kísértés, jön egy érdekesebb dolog, és akkor elcsúsztunk. És utána fáj a fejünk. De azt mi okozzuk magunknak, pontosan azért, mert nem tudunk kitartóak lenni. Tehát, aki még nem vett részt meditáción, itt a lényeg csak annyi, hogy egyenes háttal üljek a székben, a lábaimat egymás mellett a földön tartom, a kezeimet lehetőleg tenyérrel fölfele a lábaim, hogy a kézen keresztül ne jöjjön inge. Most pedig egyszerűen csak figyelek. Sokkal könnyebb az elején behunyt szemmel figyelni, mint nyitott szemmel. Mert ha nyitott szemmel figyelsz, valami ott mozog, és akkor több esélye van az értelemnek, hogy elmenjen bolyong. Ez a szemüveg nem azért van, hogy cool legyen, hanem mikor eljöttem otthonról, sütött a nap, és ez az én dioptriás szemüvegem a napon, most meg a lámpafénynél. Ezzel tudok olvasni. Úgyhogy mindig szövegeket fogsz hallani, és egyáltalán ne törődj semmivel, csak figyelj és maradj rajta. És próbáld meg, hogy azt engedd be magadba, és ne egyebeken gondolkozz. Egyenes háttal a legkényelmesebb pozícióba helyezkedjen. Ne légy feszült. Egy párszor lassan, de mélyeket lélegző. És figyeled, ahogy a mellkasodban a légzésed kitágítja a mellkas.
az életben nem lehet az a mi feladatunk, hogy ismételjük és ismételjük azt, amit már az emberek ezerszer milliószor megtettek. A mi feladatunk az, hogy valami újat valósítsunk meg, valami még meg nem álmodott képességet és tökéletességet érjünk el. Az élet színpadán valami újat kellene játszani. Ez a színpad az idő, a lélek és a világ. Az élet színpadon a látomásunk, a reményünk és a teremtő képzelő erőnk a mi súgóink. Az akaratunk, a gondolkodásunk és a munkánk az eszközei, amelyekkel az újat elérhetjük. Milyen új dolgok vannak, amelyeket meg kell mi valósítanunk? Az egyik a szeretet. A szeretetet meg kell valósítanunk, mert mostanáig csak a gyűlölet és az öntetszelgős fázisáig jutottunk el. Szeretet, a feltétel nélküli szeretet, az új célja az embereknek. A másik a felismerés. Mostanig csak a tévedésekhez, elképzelésekhez és a véleményekhez jutottunk el.
felismerés bentről, a lényünk mélyéből jön. Meg kell valósítanunk a boldogságot, mert mostanig csak az élvezetet, a szenvedést és a közömbösséget értük el. Az igazi boldogság nem külső tényezőktől függő. Az igazi boldogságot föl kell tárnunk saját magunkból. Az igazi boldogság nem mások adománya, hanem saját belső felfedezésünk eredménye. Meg kell valósítanunk a hatalmat, mert mostanig csak a gyengeséget, az erőködést és az elvesztett győzelmeket értük el. Az ember hatalma az önuralma mögött található meg. Meg kell valósítanunk az életet, mert mostanig csak a születést, a növekedést és a halált gyakoroltuk. Thank you.
lelki életünk egy homályos ablak mögött maradt. Tökéletes élet, vagyis az isteni élet a cél. Meg kell valósítanunk az egységet, mert mostanig csak a szövetségeket és a háborúkat tudtuk megtenni. Az egység titka abban rejlik, hogy minket, embereket százszor több közös dolgok kapcsol össze, mint amennyi szétválaszt. Az egység szeretet és a szeretet egysége a cél. Meg kell valósítanunk az isteniséget. Hogy ismét eredetünknek megfelelően Isten saját képmássává váljon. Nekünk csak dolgoznunk kell, és nem megítélni munkánk értékét. Ne próbáld kijavítani azokat az embereket,
akik rossz dolgot tesznek. Csődöt fogsz vallani. Csak azokat támogasd és segítsd, akik a jó dolgot tesznek. Megpróbáljuk megítélni a helyeset és a helytelen, a jót és a gonoszat. De Isten azt mondja nekünk, gyermekem, miért fáradsz? Saját munkám elvégzésére rengeteg idő van. Félve ragaszkodunk ahhoz, amink van, akkor soha nem leszünk képesek felfedezni azt, akik valójában vagyunk. Félve ragaszkodunk ahhoz, amink van, akkor soha nem leszünk képesek felfedezni azt, akik valójában vagyunk. Jóságod mások hasznára van, csak akkor teljes mértékben igaz és tökéletes a jóságod. A boldogság szíved valójában a meditációd másik neve.
Gyémánt kemény, elhatározás erő, könnyedén megfékezik összes elkóborol és kedvetlen gondolatunkat. Gyémánt kemény, elhatározás erő, könnyedén megfékezik összes elkóborol és kelletlen gondolatainkat. Egyszer bátran el kell fogadnod a sorsodat, hogy azután lassan, állandóan és biztosan urá lehess rajta. Egyszer bátran el kell fogadnod sorsodat, hogy azután lassan, állandóan és biztosan urá lehess rajta. Isten a szívet adta nekünk, hogy imádkozásra használjuk, de mi ehelyett az ajkunkat használjuk. Isten a szívet adta nekünk, hogy imádkozásra használjuk. Lélekteljes, belső, békés életet kell élnünk, és nem a külső élet gyorsaságát. Lélekteljes, belső, békés életet kell élnünk.
amikor minden kötél szakad, csupán két dolgot próbálj ki, szíved háláját és életed önátadását. Amikor minden kötél szakad, szíved háláját és életed önátadását használ. Az elme csendje és a szív békéje elválaszthatatlanok. Az elme csendje és a szív békéje elválaszthatatlanok. Az elme önelégültsége és az élet kudarca elválaszthatatlanok. Az elme önelégültsége és az élet kudarca elválaszthatatlanok. Külső gazdagságnak, vagyis a jólét, hírnév, dicsőségnek mindig korlátai vannak. A belső gazdagságnak, vagyis a nyugalom, béke, gyönyörnek sosincsenek korlátai. Az elmének sok szükséglete van, a szívnek viszont csak egy,
Isten szeretete. Az elmének sok szükséglete van, a szívnek csak egy, Isten szeretete. Ne aggódj a jövőd miatt, szented teljes figyelmed az örök mostra. Ne aggódj a jövőd miatt, szented teljes figyelmed az örök mostra. Tudást kemény munkáltal szerzünk, bölcsességet azáltal szerzünk, hogy átadjuk magunkat Isten akaratának. Bölcsességet azáltal szerzünk, hogy átadjuk magunkat Isten akaratának. A szív öröme senkié, amíg nem válik mindenkié. A szív öröme senkié, amíg nem válik mindenkié. A nagy szájat nem mindig kíséri nagy szív.
A bűntudat nem megoldás. A megoldások megoldása az elszántság, hogy a helyes dolgot tedd. A bűntudat nem megoldás. A megoldás az elszántság, hogy a helyes dolgot tedd. Ó barátom, meg kell értened, hogy Isten soha nem akarja, hogy a múlton síránkozz. Azt akarja, hogy előre menj, gyorsabban, a leggyorsabbnál is. Isten soha nem akarja, hogy a múlton síránkozz. Uram, mit kell mondanom, amikor az egész világ rosszat mond rólam? Nevetnem kell, vagy könnyeket hullatnom? Gyermekem, egyszerűen maradj csendben. Amikor az egész világ rosszat mond rólad, egyszerűen maradj csendben. Bármi feltétel nélküli meglep mindenkit. Bármi feltétel nélküli meglep mindenkit. Adj mosoly ajándékot minden szemnek,
azt táplálni fogja Isten éhség szíved. Adj mosoly ajándékot minden szemnek. Semmi sem gyógyíthatatlan, semmi sem megváltoztathatatlan. Ez kell legyen az Isten hívő jelmondata. Semmi sem gyógyíthatatlan, semmi sem megváltozhatatlan. Ne aggódj afelől, hogy az emberek mit mondanak. Az életed a te életed. Amit teszel, azért csak Istennek kell elszámolnod. Ne aggódj afelől, hogy az emberek mit mondanak.